óriási szúnyoginvázió várható a korábban elöntött területeken, és itt a kullancsok is megjelennek. Magyarországon 49 szúnyogfaj él, közülük 6 okozhat megbetegedéseket. A legveszélyesebbek a bőrférgesség és a szívférgesség. Emellett bőrgyulladásokat és allergiás tüneteket is előidézhetnek. A Magyar Kullancs Szövetség szerint fontos a minél nagyobb területet érintő szúnyogírtás, ugyanis egy szúnyog egy nap alatt 10-12 embert is megfertőzhet. Akinek a hatalmas kánikulában is a fővárosban kell maradnia, általában legalább azzal számolhat, hogy a vérszívó rovarok elkerülik. Most azonban ez nincs így. A Duna áradása miatt hihetetlen mértékben elszaporodtak a szúnyogok, különösen itt a vízparton. Mi is csak néhány perc állunk itt, de már jó pár csípést összeszedtünk. A Magyar Kullancs Szövetség éppen ezért most arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évekhez képest kétszer akkora szúnyog és kullancs invázióra kell számítani. A szúnyogok azok majd szeptember táján eltűnnek a képből, de nagyon lényeges az, hogy most már terjesztenek különféle fertőző betegségeket, a szív- és bőrférgességet például, és ezek a betegségek viszont az áldozatokkal itt maradnak körünkbe, és az áldozatokból a kórokozókat kiszívva majd a következő szúnyoggeneráció jövőre is viszi tovább. Ez a betegség, hogy szívférgesség. A szakember itt éppen egy kifejlett szívférget mutat. Kapiller Zoltán szerint a Magyarországon található 49 csípőszúnyogfajból 6 terjeszti ezeket a súlyos betegségeket, és ez a 6 faj egyébként a legelterjedtebb ma az országban. Ma még a fertőzési arány nem haladja meg a 17%-ot, de oda kell figyelni a prevencióra, különösen a szívférgek esetében, mert ez hatalmas problémát okozhat. Ez ellen most megjelenésekor gyökerébe kell gátat vetni, ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogyha minden kutyatartó havonta egyszer szívféreg ellenes tablettát ad kutyájának. Ha ez nem fog megtörténni, akkor én a 2015-ös esztendőt ebből kifolyólag a vérszívók évének és a férgesség évének fogom nyilvánítani. A kullancsok ellen sem árt védekezni, ugyanis a kullancs populáció 30-50%-a fertőző, 95%-ban a veszélyes Lyme korral. A szakemberek szerint megfelelő védekezéssel csípésmentes nyara lehet az embereknek.